Tisztelt ház! A mai emléknapi ülésünkre 100 esztendővel azután kerül sor, hogy 1920. június 4-én a történelmi Magyarországon meggondultak a harangok, megszólaltak a gyárak szirénái, a zászlókat félárból szereztették, az iskolákban, hivatalokban pedig gyászszünetet rendeltek el. Ma Trianonra, a trianoni békediktátum okozta tragédiára, nemzetünk 1000 éves történelmének egyik legfájdalmasabb gyászára emlékezünk, de jelenünket és jövőnket már a nemzeti összetartozás örömének jegyében formáljuk. Nagy tisztelettel, megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Áder János köztársasági elnök urat és kedves feleségét. Tisztelettel köszöntöm Orbán Viktor miniszterelnök urat és a kormány tagjait. Kövér László házelnök urat. Szili Katalin asszonyt, az országgyűlés korábbi elnökét, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának alapító elnökét. A megjelent országgyűlési és európai parlamenti képviselőket, a nemzetiségi szószólókat, Darák Péter urat, a kúria elnökét, Holt Péter legfőbb ügyész urat, Kozma Ákos ombudsman urat, Domokos László urat, az állami számvevőszék elnökét, és mindazokat, akik figyelemmel kísérik mai ünnepülésünket. Külön tisztelettel köszöntöm azokat a határainkon túl élő magyarokat, akik az elmúlt 100 év nehézségei és megpróbáltatásai ellenére is szülőföldjükön maradva megőrizték magyarságokat, gyarapították nemzetünket. Nélkülük nem csak mi, hanem a minket körülvevő államok is szegényebbek lennének. Örömmel köszöntöttem volna itt, az ország házában a külhoni magyarság képviselőit is, de a koronavírus járvány sajnos nem teszi lehetővé, hogy a mai ülésünkön együtt emlékezve tekintsünk a jövőbe, a nemzeti összetartozás napján. Ha testben nem is, de a ma tárgyalásra kerülő a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórum által megfogalmazott politikai nyilatkozat révén lélekben velünk vannak a világban szétszóratott magyarság képviselői is. Tisztelt képviselőtársaim! Szinte napra pontosan 30 évvel ezelőtt a kelet-közép-európai rendszerváltások hajnalán Antal József miniszterelnökké történt megválasztását követően alig néhány nappal az MDF 3. országos gyűlésén úgy fogalmazott, hogy lélekben és érzésben 15 millió magyar miniszterelnöke kíván lenni. A néhai miniszterelnök ezzel az egy mondatával lényegében kijelölte a rendszerváltás utáni nemzetpolitika irányát és legfontosabb prioritásait. Valamivel több mint két évtizednek kellett azonban eltelnie ahhoz, hogy ez a gondolat beérjen és a legmagasabb szintre emelkedjen. A második Orbán kormány előterjesztésében 2011-ben elfogadott alaptörvény kimondja, hogy Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határunkon kívül élő magyarok sorsáért. Ennek a felelősségvállalásnak talán a legkézzel foghatóbb eredménye az állampolgárság 10 évvel ezelőtti kiterjesztése, és ezáltal a nemzet közjogi egyesítése.
A diaszpórában élők közül 160 ezeren, míg az egyszerűsített honosításnak köszönhetően a Kárpát-medencében 940 ezeren lettek állampolgárok. Összesen tehát 1 millió 100 ezeren váltak nemzettársainkból szavazati joggal rendelkező honfitársainká. Számukra, tisztelt képviselőtársaim, sikerült valamit visszaadnunk abból, ami egykoron megkérdőjelezhetetlenül az övék volt. A közjogi egyesítés azonban csak az alapja egy erős szellemi eszmei közösségnek, amit a hétköznapok tetteinek kell valódi összetartó közösségé formálnia, mert csak egy ilyen közösség képes garantálni, hogy tagjai anyanyelvüket megőrizve, kultúrájukat ápolva, szülőföldükön családot és jövőt tervezve úgy legyenek hűségesek nemzetükhöz, hogy közben a kölcsönös tisztelet jegyében értékteremtő polgáraivá váljanak azon országoknak, amelyekben élnek. Ez a kölcsönös tisztelet az, ami leginkább hiányzott a párizsi békekonferencián, és ez volt az, ami elvetette a békétlenség és a háborúskodás magjait hosszú évtizedekre. Cselekedeteik során ma azt reméljük, hogy a centenáriumi év megemlékezései szerte a Kárpát-medencében a tisztelet és a megértés szellemében zajlanak majd, és nem lobbantják újra lángra a hamu alatt még ma is sok helyen parázsló magyarok elleni ellenségeskedés mágiáját. Szeretnénk, ha ez a parázs végleg kihújna, és elődeink hitével és akarataival töretlenül tudnánk haladni tovább közös jövőnk felé itt a Kárpát-medencében.